cserélni régi, elkopott szemüvegét a Székelyhidi Vitreum Optika különleges ajánlattal várja idősebb korosztályba tartozó klienseit. A nyugdíjszelvény felmutatásával akár 69 ron értékben is hozzájuthat egy új szemüveghez, amelybe az új lencsék is bele Várjuk Önt is a Libertaci utca 15 szám alatt található személyzetünkbe, hogy kiválasszuk együtt a legmegfelelőbb keretet. További információkért hívja bizalommal a 0740 231 559-es telefonszámot. Vitreum Optika, ne -e szem elől! mindenkit szeretettel köszöntök, ez itt egy újabb értágító, a mikrofonnál Rupácsics Judit Csillas, nem ülök itt egyedül a stúdióba, ebbe a dög melegbe, mert nagyon meleg van, ugye nektek is melegetek van. Itt van velem két nagyon kedves vendég, a Székehidi Sasok titkára, Olá Róbert, szia! Sziasztok! És uh, projektmenedzsere, Antal Noémi, szia Noémi! Üdvözlök mindenkit! Én pedig Rupácsics Judit Csilla vagyok. Bemutatkoztam már, vagy sem? Na, szóval a melegtől már ezt sem tudom. Annak kapcsán ülünk itt a stúdióba ma, hogy egy nemzetközi cserre, diákcsere program zajlik itt Székelyhídon. Erről szeretnélek benneteket kérdezni. Azt hiszem, hogy erről leginkább Noémi fog tudni beszélni, mert hát ugye ő a projektmenedzsere a csapatnak. De előbb, mikor alakult a sok, és mit kell tudni róluk? Hát a és Sasok Egyesület az 2019-ben alakult, azzal a céllal, hogy segítse a település sport életét. Az Egyesület keretén működik a keretén belül működik a felnőtt és az utánpótlás foci csapat és különböző projektek révén segítjük a Székehídi labdás-fotball tevékenységeit, próbálkozunk vele. És milyen fajta projektek ezek, de főleg ez a mostani, hogy honnan érkeztek a, az érdeklődők, hogyan zajlik a program, mi a célja vele a, azoknak, akik jöttek, bár ezt inkább tőlük kellene megkérdezni, de ne, miről szól ez az egész? Jelenleg az Egyesületnek zajlik a Start Sports Up for Economical Run Up című projektje, ami magyarul valahogy úgy hangzik, hogy kezdjünk sportvállalkozásokba a gazdasági fellendítés érdekében. Um, ez egy új kezdeményezésű program, még az Egyesületnek nem volt hasonló projektje. Egy elég nagy volumenű programról beszélünk, ami eredetileg hat országgal indult volna, de végül a jelenlegi körülmények miatt sajnos három országra szűkült. Eredetileg lett volna Portugália, Románia, Magyarország, Horvátország, Litvánia és Macedónia, jelenleg pedig vagyunk magyarországiak, romániaiak és macedóniaiak. Szóval akkor három ország fiataljai ültek össze, összedugni a fejüket, és megtárgyalni azt, hogy hogyan lehet egy sportvállalkozást elkezdeni, vagy működtetni. Igen, a projekt első része arról szólt, hogy minden ország be kellett mutassa, hogy milyen a vállalkozói szektor, és főleg a sportra irányuló vállalkozói szektor az ő országában. Ezt követően kérdőíveztek nálunk is a városban, arra vonatkozóan, hogy vajon a lakosoknak mennyire van igényük a sportra, milyen sportvállalkozásokat kéne indítani itt Székehidon, és jelenleg azon dolgoznak, hogy sportvállalkozásokat fejlesztenek ki. Hát az az igazság, hogy én is nekik benne vagyok a sportban. Igaz, hogy nem a vállalkozás részét kedvelem leginkább, hanem inkább a tevékenységet. Érdekes, ahogy az Európai Unióban az utóbbi időben szerintem a sport, ha sportról van szó, akkor leginkább a gazdaságra fektetődik a hangsúly, mint mindenben. Milyen székelyhidon a felmérés szerint a sportolási kedv? Sportolásra igény lenne, sőt a legnagyobb problémának a helyiek talán ezt a fitness termet szeretnék kihasználni, úgymond, hogy legyen egy jobb fitness terem, és az egyik csapat egy hasonló tervnek a kidolgozásán ügyködik most jelenleg, és hajlandóak lennének fizetni is a sport életért, és nem csak a sport életért, hanem úgymond, hogy legyen kikapcsolódási lehetőség is a sport révén. Hát igen, nagyon fontos a szabadidősport, és buta mód nem kérdeztem meg, hogy ki a célcsoportja ennek a programnak, a gyerekek, vagy inkább a felnőttek? Hát a projektben az átlag életkor az a 20-23 év, és uh, ugye bár ők, nekik már van valamilyen fogalmuk, mit jelent az a vállalkozás, vállalkozói szektor, uh, kezdeményezések, és olyan fiatalokat kerestünk, akiket érdekel ez a témakör, szívesen eljönnek egy interkulturális programra, szívesen sportolnak is, tehát elég sokrétű volt a, a kritérium. Milyen sportokat űznek a fiatalok, akik idejöttek jöttek a program keretén belül? Hát mindegyik ország be kellett mutasson saját sportot. A, helyi csapat még nem került sorra, de úgy tudom, hogy jelenleg azon ügyködnek, hogy az olynát, a tradicionális román olyna sportot mutassák be. A macedónok és a magyarországiak már tartottak tevékenységet. hát inkább ilyen nemzetközi sportokat mutattak be, mint a foci, meg a volley, meg a kézi labda. tehát hogy nem nagyon specifikus. Szóval mindenképpen nem nemzetspecifikus sportokat mutattak be, hanem inkább a labdasportokra igen. fektették a hangsúlyt. Hát igen, valószínű, hogy a gazdaság meg a sport összefonódása leginkább a vagy csúcsosodik ki, én úgy gondolom. És mi a meglátásod, hogy ugye most már harmadik napja vagy negyedik napja hát, van már ez a szerintem projekt? Hát már az a ötödik napja, mert még vagy két aktív napunk van, és utána mennek haza. És mi a meglátásod, hogy milyen lesz a végkifejlet? Sikeresnek bizonyult-e eddig a program, vagy elértétek-e a, a célokat, amiket kitűztetek magatok elé? Szerintem nagyon sok munka volt most ebben a projektben. Ugye a jelenlegi körülmények között összehozni mégis a 30 embert az nagyon nagy volumenű erőfeszítést igényelt, nem csak a részünkről, a sasok részéről, hanem a partnerszervezetek részéről, akik maradtak is. Nem mondtam el, hogy igazából úgy készültünk, hogy lesz 10 portugál résztvevőnk, és pont egy héttel a csere előtt derült ki, hogy átkerültek a piros zónába, és nem jöhettek, mert csak az jöhet, aki be van oltva, vagy aki 180 napon belül ö, átesett a betegségen. És ez nagyon megnehezítette a dolgunkat, de olyan jó magyarországi és macedón partnereink vannak, akiknek sikerült pótolni ezt a tíz résztvevőt. Akkor összesen hányan is vagytok? Harmincan. Harmincan. Hú, nem könnyű harminc fiatalt összefogni. Nem könnyű, mindenkinek nagyon különbözőek az igényeik, már csak, hogyha az étkezése is gondolunk, mert vegetáriánusaink is vannak, vegaink is vannak, illetve vannak olyan uh, magyarországi személyek, akik uh, nem magyar nemzetiségűek, csak le vannak uh, telepedve, tehát van tartózkodásiuk, mert ott tanulnak Magyarországon köztük olyan is van, aki disznóhús nem fogyaszt vallási okokból, tehát nagyon-nagyon sokrétű a csapat, nagyon változatos, de végül is az Erasmus programoknak ez a lényege, hogy különböző nemzetiségűek jöjjenek össze, interkulturális csere legyen, és ennél a projektnél ami plusz, az a sportcsere is ugyebár. És volt-e már sporttevékenység az öt nap alatt mióta Igen, itt? Igen, minden, a, Tehát a macedónok meg a, a magyarországiak már bemutatták a sportjaikat, meg próbáltak avatkoztak bemutatni sportjaikat, ugye bár nem mondom, nem nagyon készültek, tehát itt, amit rögtön öztek a sportcsarnokba, szerencsére nagyon jó felszerelt sportcsarnokunk van, tehát bármit, amit kértünk, rendelkezésünkre bocsájtották, és hát ma este talán kipróbálják a strandot is, tehát fognak úszkálni egy kicsit. Tegnap voltunk a Bihar megyei fotballügynökségnél, ahol ugyancsak a fociról volt szó, meg a Bihar megyei vállalkozás Sisztféráról -sí a sportterületén. Úgyhogy próbálunk változatos programokat, hogy ne csak elméleti síkon menjen, ne csak az üzleti terveken dolgozzanak, hanem sportoljanak is, meg idős tevékenységeik is legyenek. Székehidi jelenkező van-e a programban? Nagyon sok, van, nagyon sok van, legalább tíz, most nem tudom pontosan, de legalább tíz. És ők milyen irányba indultak? Milyen szempontból, milyen irányra? Hát, hogy azért látszik már, hogy valószínű, hogy vannak már gondolatok az üzleti tervel kapcsolatban. látsz -e benne olyat, ami esetleg a későbbiekben kivitelezhető, és tényleg fellendíti Székelyhíd sport életét? Vannak okos és ügyes ötletek, amint már mondtam, ez a gym szerű vállalkozás létrehozása. Az elsődleges ötlete az egyik csoportnak három csoport van, a másik pedig egy kalandpark szerű sportlétesítményen dolgozik. A harmadik meg inkább az ilyen digitális és sportélet összekapcsolására alapozó vállalkozást próbál kidolgozni. Tehát elég sokrétű van, amit nem látok annyira, hogy meg tudnák itt helyi szinten valósítani, inkább egy nagyváradi szintű közösségben, de egy fitness terem, vagy egy kalandpark akár itt is megvalósulhatna. Az olimpiát kísérítek-e? Én szerintem ők nem nagyon, én pedig este megnézem, hogy kinek hány aranya van, és körülbelül ennyit ennyi telik ki az időnkből jelenleg. Szóval akkor nem az elit sport a cél, hanem leginkább a tömegsport a cél. Hát ebben az nem esetben. is a tömegsport, hanem az egészséges életmód. Amúgy az Egyesület már a gyerekeknek is volt ilyen tematikájú projektünk a tavaly is. Tehát hogy próbálunk nem csak azon ügyködni, hogy a sportra neveljük őket, hanem az egészséges életmódra. Tehát az egészséges életmódhoz szigorúan hozzátartozik a sport, Igen. és azt hiszem, hogy a a sport megkedvelésének, vagy a sportos életnek az alapjait elsősorban a családban lehet lefektetni, hogyha a szülők arra buzdítják a gyerekeket, hogy mozogjanak szabadon, meg hogy fontos az, és utána pedig az iskola, iskolája a legnagyobb felelősség ilyen tekintetben, ugye a testnevelés órák milyenségét meghatározza, hogy valaki egy életre, vissza fog húzódni a sporttól, vagy pedig nem. Az egészségre való hatásai, azok pedig hát nyilvánvalóak, és hál' Istennek az utóbbi időben nagyon sok kutatás van ezen a téren. Szerintem egy eléggé kevésbé szóba hozott egy elhanyagolt része ez a gyerekek oktatásának. Azért is kérdeztem, hogy, hogy a célcsop, hogy kit céloz ez a projekt, hogy a gyerekek a kisebb gyerekeknek a sportéletét szeretné fellendíteni, vagy pedig az idősebbeket bevonni, mert az is fontos, ugye. Mert például a vívók között van olyan, van veterán vívó bajnokság, akár világbajnokság is, és még 80 pluszos kategóriát is indítanak néha. Hát szerintem erről Robi jobban tud mesélni, mint én, hogy mivel próbálkozunk inkább a gyerekek szintjén. Ugye bár most működik a gyerekfoci utánpótlás csapatunk, és tudtommal szeretnének még egy csapatot indítani. Hát igen, szándékunkban áll toborozni majd augusztus vége körül. Egy ilyen kisebb korosztályt szeretnék majd, hogyha sikerül, hogy indítani, ha lesz annyi gyerek majd, meg lesz annyi jelentkező, egy ilyen 2011-es, 12-es, 13-as születésű gyerekeket szeretnék majd összetoborozni, és akkor, hogyha összegyűlünk annyian, akkor megpróbáljuk, hogy elkezdjük velük is ugyaneztet a sportéletet, hogy hogy mozogjanak meg, hogy tanuljanak egy kis fotbalt, meg valami ugye az egészséges mozgás az lesz majd a lényeg egyelőre, és akkor meglátjuk majd, hogy hogy fog alakulni a továbbiakban. Hát igen, igen nehéz mozgásra bírni a gyerekeket, főleg az eltelt egy másfél év után, amikor ugye nagyon sok lehetőségtől el voltak zárva, én korainak tartom a 6 éves, 7 éves korba bevonni valamilyen sportba a gyerekeket. Azt szoktam mondani a szülőknek, amikor kérdezik, hogy hány éves kortól jöjjön a gyerek vívni, hogy előbb tanuljon meg úszni és aztán kezdjen el bármilyen más sportot. Hál' Istennek most Székelyhídon erre is lesz lehetőség. Hát, ha, amikor elindul az iskola, akkor működésbe lendül az úszoda is. Hát a, a, foci az pedig nagyon egészséges, mert ugye fut a gyerek, a labda után az edzéseket valószínű zömmel kint tartjátok, amikor Persze, amikor lehetőség van. van. akkor inkább kint mindenféleképpen. Hát jó lenne, hogyha felpesdülne hídnak a sportélete, és nem csak elsősorban az eredményekre gondolok, hanem úgy általában, hogyha minél többen kapcsolódnának be ebbe a, ezekbe a lehetőségekbe, mert azért valljuk be őszintén vannak lehetőségek Székelyhidon, amik kihasználatlanok. Jó, hát az infra infrastruktúra az mindig hagy maga után követelni valót, de hát, de hát azok is pótolódnak lassan. Hát én, én köszönöm van. szépen, hogy eljöttetek és beszélgettetek Köszönjük vele. Köszönjük a meghívást. Köszönjük. És hogyha van bármi, amit még hozzá szeretnétek fűzni, akkor meghallgatjuk esetleg elmondanám, hogy a program mivel zárul, reményeink szerint csütörtökre kész lesznek a fiatalok az üzleti tervekkel, és akkor a kiértékelések előtt lesz egy megmérettetése, úgymond az üzleti terveknek, amit egy zsűri fog pontozni. A zsűri elnökeként Kis Sándor Eleket kértük fel, ugye, aki a Róvénak, a romániai vállalkozói szervezet elnöke, vagy legalábbis alapítója. És a tagok kik lesznek? Hát, jó magam, illetve Füzesi Bónika kolléganőmet uh, kértem fel, emellett pedig reményeim szerint Béles Csaba polgármester úr is ott lesz. És lesz valami nyitott esemény is, ami látogatható, vagy csak Ez zárt az körül? Az lesz. ezt meg fogjuk ma, holnap hirdetni, hogy aki szeretne ha meg szeretné hallgatni, az jöjjön el. Hú, akkor biztos, hogy nagy izgalom van a csapatok uh, körében, hogy készüljenek a prezentációkkal, és uh, valamilyen díjat is kitaláltatok a nyertesnek? Uh, szeretnénk valamit, még nem tudjuk, hogy minden, de igen, a legjobb csapat kapni fog egy díjat. Hát esetleg egy uh, kis támogatást, egy, uh, egy uh, projekt uh, megírásához, ami finanszírozna az elképzelésüket. Na jó, hát ötletek azok valószínű, hogy vannak. Akkor még egyszer köszönöm az időtöket, és sok sikert a projekthez, a hallgatóknak pedig köszönöm a türelmet, a figyelmet, és ne felejtsenek el kattintani, érhangja.ro per rádió, de YouTube csatornánkra pedig illik feliratkozni, és jelen vagyunk egy csomó Online platformon, Rádió -on is hallhatóak vagyunk, Na, nagyon jó zenét adunk 024 órába, úgyhogy kattintsatok, hallgassatok minket, mindenkinek szép napot, Rupácsics Judith csillát hallottátok. <Sessz> Lecserélni régi elkopott szemüvegét a Székelyhidi Vitreum Optika különleges ajánlattal várja idősebb korosztályba tartozó klienseit. A nyugdíjszelvény felmutatásával akár 69 ron értékben is hozzájuthat egy új szemüveghez, amelybe az új lencsék is bele Várjuk Önt is a Libertaci utca 15 szám alatt található szemészetünkbe, hogy kiválasszuk együtt a legmegfelelőbb keretet. További információkért hívja bizalommal a 0740 231 559-es telefonszámot. Vitreum Optika, ne tévessze szem elől!